Magyarországon több mint 2 millió nyugdíjas van. A havi átlag nyugdíj 118 ezer forint. Varga Mihály jövőre 0,9%-os nyugdíjemelést ígér. A nemzetgazdasági miniszter szerint ezzel megőrzik a nyugdíjak reálértékét az alacsony infláció miatt. A 0,9%-os emelés annál a nyugdíjasnál, aki csak havonta 28.500 forintot kap készhez, ennyi a legkisebb járandóság, havonta 317 forint pluszt jelent, ami nagyjából 1 liter tej ára. Nagyon zavartan forgatta a fejét Kálmán tanár úr. Hát mit lehet erre mondani? Én nagyon bízom abban, hogy... Hát nem tudok erre mit mondani. Igazából a Fidesz azt gondolom, hogy néhány év alatt meg fogja oldani ezt a nyugdíjas problémát, vagy biztos beszélünk az egészségügyről, szerintem minden jel arra mutat, hogy szépen ki fognak pusztulni a nyugdíjasok egy hamar, és akkor nem lesz ilyen gond. Egészen elképesztő egyébként, hogy mennyire el vagyunk maradva Nyugat-Európától a várható átlag életkor tekintetében, különösen 60 körüli férfiak nagyon veszélyeztetettek. Ehhez azt tudnám hozzátenni, hogy megindult ez a tendencia az egészségügyben, hogy most már nem csak a fiatal nővérek hagyják el az országot, hanem a nyugdíj előtt álló kolléganők éppen azért, mert tudják, hogy nem számíthatnak erre a kormányra, nem lesz nyugdíjuk, és inkább akkor kint dolgoznak még pár évet, és akkor esetleg majd onnan szeretnének nyugdíjt, illetve azt hiszem, hogy ez megint egy olyan önmagáért beszélő tény, amiért a mi társaságunk is küzd, hogy az embernek a megbecsülése, és éppen az idős emberek, akit nem győzünk hangsúlyozni, hogy újjáépítették ezt az országot a világháború után, fizettek társadalombiztosítást, és most ezt érdemlik. Tehát döbbenetes, hogy még más vezető pozícióba ülő emberek milyen pénzeket tesznek el, megkérdezem, hogy mennyivel értékesebb az ő munkájuk, mint ezeknek az embereknek az egész élete. Majd Matolcsi kapcsán erről beszélgetünk. Kinga maga hogy látja? Nekem soha életemben nem volt állásom. Olyan volt, hogy magamat foglalkoztattam, vagy bejelentettem saját cégben. Egyéni vállalkozó, vagy és? Igen, tehát azért ahhoz ragaszkodom, hogy fizessek adót, meg minden teljesen legális legyen, lelkiismereti okokból is, meg mert nem engedheti meg magának az ember, szerintem, hogy marhásködjön, meg szemlet vásároljon, de látom, hogy ezt nagyon-nagyon sokan csinálják, és ennek csak részben a rossz adómorál az oka, tekintélyes részben, meg az, amit maga is mond, hogy így egyszerűen nem foglalkoztatnak embereket, tehát én is nagyon-nagyon sok produkciós cégnél dolgoztam úgy, hogy közölték, hogy eszembe ne jusson, hogy engem majd állásba vesznek. Azt hiszem, én egy évig voltam a TV2-nél bejelentve. Volt egyszer egy kampány, hogy a médiában, meg a sajtóban, igen. De aztán utána megint visszatértünk a számlázásra. De még valamit a Csabától akarom kérdezni, hogy az egyik taxis mesélje nekem, hogy annak idején, mit tudom én, a 80-as évek végén rengeteg pénzt keresett a volán taxinál, rohadt sok pénzt. És abból semmit nem tetsz félre. Azért van valami, hogy nálunk az öngondoskodás, vagy az, hogy megtanulnánk a pénzünket beosztani, vagy nem tudom. Soha nem felejtem el, egy svájci cégnek voltam a vendége egy közös vállalkozás kapcsán, Bázel mellett egy ilyen oktató központban, és benyitottunk egy terembe, és éppen bankárokkal, amerikai és svájci moderátorok beszéltek a svájci bankárokkal arról, hogy hogyan lehetne rábeszélni a családban a gimnazista gyereket, meg az egyetemistát, hogy a zseppénzéből próbáljon félretenni. Éppen ez volt a feladat, hogy kinek milyen ötlete van, hogy hogyan lehetne inspirálni a gyerekeket a megtakarításba. Azt hiszem, hogy nálunk ez teljesen hiányzik. Hedonisták vagyunk, tehát hogyha valakinek döntenie kell, hogy nagyobb fizetés, de nincs nyugdíj, vagy kisebb fizetés és nagyobb nyugdíj, szerintem mindenki az azonnali biztos pénzt. Elveszett a bízalom a kormányokkal, a társadalmi rendszerekkel szemben. Nekem se lesz nyugdíjam különben. Itt azért annyit hozzátennék, hogy a törvény azt mondja, hogy akkor van nyugdíjemelés, amikor tehát az infláció követő nyugdíjemelés van, és hogyha nincs infláció, most nincs. Akkor gyakorlatilag nincs követés. Azért nem csak arról van szó, hogy az emberek nem előrelátóak, és nem csak őket kellene hibáztatni, mert két dolog van. Egyrészt az, hogy
nagyon sokunknak, hogyha félre akarnánk tenni, akkor nem telne mondjuk rezsire, tehát azon az áron tudnánk megtakarítani. Egyszerűen keveset keresnek az emberek. A másik pedig az, hogy egy csomó olyan emberről is beszélünk, aki az elmúlt 50-60 évben, magamat is beleértem, ugye elhitették velünk, hogy az, amit járulékok és adók címén levonnak tőlünk, az valójában az öngondoskodásnak egy formája, mert az majd valahol meg fog térülni nyugdíj formájába. Az egy, hogy mondják ezt finoman, becsapás. Egyszerűen kezdünk többen lenni, akik várják a nyugdíjat, mint akik befizetnek. Minket becsaptak tulajdonképpen. Bocsánat, iszonyatosan rossz Magyarországon a vállalkozási környezet, az adózási környezet, ez egyébként stabilan rossz, tehát most nem csak ezt a kormányt szidom, hanem most már nagyon hosszú ideje, én még 2007 körül váltottam ki az első egyéni vállalkozásomat, és már akkor egy kanosszajárás volt, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy micsoda iszonyatos különbség van mondjuk elszámolási rendszerekben, akár csak 200 kilométeres távolságon belül, tehát rosszul működik a magyar adóztatási rendszer, pocsék a bürokrácia, azon túl 49% körül van most a bérteher, amit befizetünk, azaz a megkeresett 100 forintban 49 járulék adó levonás, nem tudom mi az atya úristen formájába megy be az államhoz, és ezért cserébe azt halljuk, egy Gyurcsányéktól azt hallgattuk, hogy nincsen ingyen ebéd, most meg azt hallgatjuk, hogy sokba fog kerülni a Karmelita Kolostornak a felújítása, meg átalakítása, de mindannyiunk büszkeségére fog szolgálni, és én őszintén szólva elsősorban biztonságban... Hét ablakot bevontottak, igen, hogy legyen egy kilátó olyan, mint a Sándor palotából a vendéget ki lehet vinni, és itt van a panorámában. Ez nyilván iszonyatosan fontos, és most ne is menjünk bele, csak tényleg ez, hogy büszkeségről beszélünk egy olyan helyzetben, amikor az ország 40% a létminimum körül vagy az alatt él. Nem hallgattam a miniszterelnököt, ma reggel a miniszterelnök, most pénteken délelőtt beszélgetünk, azt mondta, hogy hány százezerrel, Csaba, nem hallgatta? 600 000-rel csökkent a szegények száma. Mert meghaltak, vagy emigráltak? Nem tudom. Ez a két lehetőség van. Hát a munkanélküliség is 6% alá csökkent. Hát a mikrofonálmány nem azért, hogy megkérdezze, hogy akkor miért kell ebbe beleszámolni a külföldi munkavállalókat, akkor mondjuk a magyar adósságban miért nem számítják bele az Exim Bank által felvett vagy kiadott sokat hiteleket. Sokat lehet főzni ezeket a könyveket, mindesetre két évvel ezelőtti... Még egy mondat a bizalomról, kötelező magánnyugdíjpénztár, amit el is tajdoltak. Tehát igen, volt. De térjünk vissza az, amit a Csaba mondott, bocs, majd mondja, amit gondol, hogy valóban az indexálás azt jelenti, hogy az index az előző évi inflációnak megfelelő mértékben kell emelni a nyugdíjakat, de ha ez 0,9%, akkor az nagyon rosszul szok. Nem tudom, hogy nem lehetett volna inkább azt mondani, hogy akkor nem. Szóval ez a 0,9, ez az emelés biztosít. Illúziója az fontos. Ez olyan, mint az AC-ban a 99, hogyha az arra végződik, és nem 100-ra, akkor jobb. De azért egy fontos dolog... Igen. Különben még... az is vicces, hogy 0,9%-nak mondják. Tehát ezt nem is tudom, hogy hányan értik az országban, ez mit jelent. Nem azt mondják, hogy 9000-ék, mert itt erről van szó. Pont ezt kérdeztem a Smink szobában, hogy miért 900-ak vannak a 9000-ék helyett. 9000-ék, és ezt talán még egy kicsit jobban értenék az emberek közül, mint lenne. 0,9%, én is először azt hittem, hogy majdnem. Ugye, de 0,9, 10, összekeverik. Én azt sem tudtam, hogy a tizedes törteket így mondjuk, hogy 0,9 és nem 0,9, de biztos nagyon germanista vagyok. Egy fontos dolog, hogy azért a nyugdíjasok még viszonylag kedvező helyzetben vannak azzal, hogy őket az ő nyugdíjuk reálértékét követi a költségvetés. Van olyan ismerősöm, és azt hiszem én is beszéltek arról, hogy 10 éve nem változott a fizetése. Tehát a nyugdíjban van legalább egyfajta garancia, hogy valamelyest követi a fogyasztói árak emelkedését. De aki a piaci alapon dolgozik, előfordulhat, hogy 10-15 évig azt mondják, hogy a nemzetközi helyzet fokozódott, válság van, stb. Örülj, hogy van munkád, és nem változik a fizetésed. Piaci alapon? Hát a közalkalmazottaknak sem. Nem, bocsánat, hogy én őket képviselem itt. Hát azt nem tudom, mert időtlen idők óta nem változott a fizetésünk. Tehát a nyugdíjak ehhez képest kevéssel vár, de jobban járnak. Hát tudomásom szerint az egészségügyi szakdolgozók közül azoknak, akik kijárnak és órára vannak fizetve, például gyógytornászok, szociális gondozók, mennyi ilyen 8 éve nem lett emelve az óradíj? Tehát ilyen egészen elképesztő. 8 éve kezdődött a válság, amúgy, ezt tegyük hozzá, kicsit változtak azóta a bérviszonyok. Szóval elég fájdalmas a helyzet, és ha már itt tartunk, tavaly megint volt ígéret a béremelésre a szakdolgozók felé. És az folyamatosan van. 2007 óta
akit úgy nevezünk, hogy a kicsik, a háttérszemélyzetnek semmiféle béremelés nem történt. Akkor ez most már, igen, ez tavaly volt, akkor nagyon. Na most nem állom meg, hogy nem mondjam el ismét, hogy 3 éve egy nagyon komoly operáción estem keresztül, és az intenzívről 2 nap után fölvettek, nyilván most nem fogok reklámot csinálni, egy biztosítónak egy egész szintet egy biztosító működtet a kórházban, ahol színes televízió, havasni akart volna, befekszik, frigider, ezt szóltam, hogy oké, minden újságot meghoztak, de pont Nemzeti Sportot nem hoztak nekem, akkor felhozták a Nemzeti Sportot is, napi 32 000-ért. És amikor 10 nap után hazaengedtek, és hál' Istennek a programra úgy tűnik, most már lassan 4 éve, hogy megúsztam, összesen összeszámolom, 13 borítékot vittem magammal, és gondoltam, mindenkinek nem tudom odaadni, de majd a főnővér szétosztja. És így visszatolta. Azt mondta, mi itt a biztosítónál meg vagyunk fizetve. 30 éve nem értem, hogy miért nem a biztosítók működtetik a magyar kórházakat. Hát illetve egyébként a magyar egészségbiztosítás is működhetne racionálisan, és komolyan vehetni saját magát. Tehát annak nem a piaci tulajdonlás az előfeltétele, hogy valaki precíz legyen és korrekt. Erről nem, egyébként bocsánat, lesz egészségügyi témány. Annak idején 30 éve a Honvéd kórházban ez úgy merült fel, hogy a traumatológián beszélgettünk, hogy a maszekasztalos az 3 nap után hazamegy a levágott ujjával, az állami asztalos az még 2 hétig bent fekszik. Mert hogy az orvos abban érdekelt, pontosabban a maszekasztalos, hogy dolgozzon, meg az orvos is, hogyha a biztosítónak dolgozva. Na, menjünk tovább.